At first, I would like to thank Cherry Garden because we met less than 1 year during an exhibition in Italia. Mm-hmm. And since the first seconds, the feeling was good. And for me, that's more important things. And this is the first time for me in Hungary and in Budapest. I am very happy. I hope to come back. Először is nagyon köszönöm a Cherry Gardennek, hogy lehetővé tette ezt a mai estét. Egy kiállításon találkoztunk Olaszországban, kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Én nagyon örültem ennek a találkozásnak, mert az első pillanattól nagyon jól megértettük egymást, megtaláltuk a közös hangot, és számomra az a legeslegfontosabb dolog. Budapesten, Magyarországon először járok most életemben, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon remélem, hogy jövök majd még máskor is. And thanks to you to be there, because for me it's always a pleasure to meet people and to share my universe. Creation is not it's not only a perfume, it's also a way of life, it's to share experience all together. So that's my pleasure to be there, so thanks to you. És nagyon köszönöm azt is, hogy eljöttek, mert nagyon szeretek emberekkel találkozni a világ minden pontján, és nagyon szeretem megosztani a saját kis univerzumomat, a saját kis világomat. Tulajdonképpen, amiről most itt beszélni fogok, az nem csak parfüm, tehát amit én alkotok, az azért több, mint egy illat, vagy néhány illat, hanem egy életmód, egy életstílus, és a mai estét arra szeretném szánni, hogy ezt a tapasztalatot, ezt a sok élményt önökkel, veletek megosszam. And today is a special day, because this is the last full moon of the year. So... És a mai It's nap az important. Nagyon rövid, mert ez az utolsó teli hold az idén, és ez egy fontos momentum ma este. Maybe we can see. Yeah. If you wish. Why, since 15 years, I create perfumes inspired by the stones, the legends, the symbolic. It's because stones came in my life since long time. I was 4 years old when I fell in love with a stone on a flea market with my parents. And I think it was the connection with the stone in my life. And it came back long time after when I started my architecture studies. I do my first travel in Syria, and I came back with a lot of antique stones in my baggage, and it was my reconnection to the stone. And én több mint 15 éve foglalkozom ásványokkal, kövekkel. Ezek a kövek és a bennük rejlő legendák, illetve jelképek, szimbólumok engem mindig nagyon megihletnek, inspirálnak. És amikor először beleszerettem a kövekbe, az ásványokba, akkor már nem is voltam olyan kisgyerek, viszont a szüleimmel voltam egy bolha piacon, és ott történt valami, ami akkor belém nyilalt, és akkor jött vissza ez az érzés, ez a kövekkel, ásványokkal kapcsolatos szeretet, vagy szerelem, vagy lelkesedés, amikor a Műszaki Egyetemen építésznek tanultam, és aztán akkor nagyon megerősödött, amikor az első nagyobb utamra elmentem, Szíriába, ahonnan nagyon sok régi, ókori, antik követ, ásványt hoztam a csomagomban haza, és azt gondolom, hogy ekkor kezdődött az igazi kötődésem a kövekhez. So several months after this first trip with all the stone, I decided to do something with it, and I started to create a necklace. But for me, it was really like a game. It was not at all my job. I was in architecture school, and but the first time I started to create a necklace, I think this is exactly what I have to do. Mm.
And I do another one unique piece, and step by step, all the story of the stone, the legend, the symbolic, make me think about the smell of the universe of a stone. And it was the beginning of the idea of this way of perfume. És néhány hónappal azután, hogy hazatértem erről az egzotikus utamról, az összes kővel, ami ugye a bőröndömben lapult, úgy gondoltam, hogy nekem valamit kezdenem kell ezekkel az ásványokkal, és egy nyakláncot készítettem először belőlük, de akkor még csak játéknak fogtam fel az egészet, hiszen a Műszaki Egyetemen tanultam, még akkor is, de mégis úgy éreztem, hogy pontosan ez az, amit nekem az egész életemben akár csinálnom kell, ezzel kell foglalkoznom, ez egy nagyon egyedülálló élmény volt. Mindenféle történeteket, legendákat, jelképeket társítottam a kövekhez, és minthogyha az univerzumnak az illatát testesítették volna meg számomra, tulajdonképpen itt indult az egész ásványokkal, majd pedig az illatokkal kapcsolatos pályafutásom. So after that, between the idea to create perfume, and to do it, it was not at all my my knowledge, not at all my my universe. So maybe 3 years was necessary to start the first one, rock crystal. Rock crystal came like an evidence for the first perfumes, and the symbolic of the stone is purity. It's transparency, it's also, since the beginning of the human being, it's the symbolic of the connection with the sky. And incense have also the same symbolic to connect people to the sky with a very spiritual dimensions. Do you want to smell it? Tehát az első illatomat mutatnám. What is the name? What crystal? Rock crystal. Rock crystal, az első illatomnak a neve. Annyit mondanék még itt el, hogy az ötlettől a megvalósulásig azért elég sok idő telt el, mert hogy nem volt a birtokomban először az egész tudás, nem volt a saját világom része, akár az illatokkal, akár az ásványokkal kapcsolatos tudásanyag. Tehát 3 évbe telt az első egzotikus utazásomhoz képest az, hogy létrehozzam ezt az illatot. Én ezt egyfajta az éghez, az űrhöz való kapcsolódásnak éreztem, az emberi élet kezdetéhez kapcsolom ezt az illatot. Tulajdonképpen egyfajta spirituális dimenziót testesít meg számomra az az illat és az éghez való kapcsolódást. So for the perfumes, it's the beginning for me. It's very important to... You need more? Yeah, sorry. It's very important, the perfume is in life. And the perfume have to be complex, not complicated, but complex. To give the change, to have a lot of evolution and a kind of alchemy with the person. So, since rock crystal, it's really the more important for me. A lot of evolution, an alchemy with a person, and a complex composition. Kezdetektől fogva az illataimnál, a parfümeimnél nagyon fontos számomra, hogy éljen az illat, tehát hogy az egész kompozíció összetett legyen, valami teljességet testesítsen meg. Nem bonyolultságot értek ez alatt, hanem összetettséget, komplexitást. És nagyon fontos az, hogy egyfajta alkímia alakuljon ki a viselővel, és hogy egyfajta fejlődés, evolúció menjen végbe onnan kezdve, hogy valaki ezt használni kezdi. And to be to explain the way to create, because at the beginning I was not at all in this work. It was very important for me, even if I don't know everything about the perfume and how to compose to create a composition and everything.
I find a laboratory with very open mind. And my way to be really in the creation of the perfume is to never go to start to mix with in the laboratory without my full, complete list of ingredients. Every time since 15 years I work like that. I do some mix in my home, in my office, just to have some idea and some image. But I never start the work in the laboratory without my complete full list. That's my way for me to close a kind of area of creation. Amint az előbb is említettem, eleinte nem volt birtokomban az e munkához kapcsolatos tudásanyag. Nem tudtam, hogy hogyan kell egy kompozíciót megkreálni, megalkotni. Viszont szerencsémre egy olyan laboratóriumot találtam, ahol nagyon nyitott emberekkel találkoztam, és megtanultam elég hamar azt, hogy amikor létrehozunk egy illatot, akkor nem szabad úgy elmenni a laboratóriumba, hogy előtte az összetevők teljes listája ne legyen az én fejemben, mint alkotó fejében. Ezért aztán úgy cselekedtem, azt tettem, hogy már otthon vagy az irodámban csináltam egy keveréket, ezeknek az összetevőknek a keverékét elkészítettem, és a fejemben volt maga az ötlet, hogy milyen legyen majd az illat. Tehát mindenképpen egyfajta aurát szerettem volna létrehozni az illattal az ember körül. Because every time we think that creation is just to do, but for me creation is a lot of different steps and inspiration, silence, what you have in your mind, all the reflection, all the feeling you can have is also maybe more important than when you do. When you do, it's because everything is done before in the invisible side. And I need one here to create a perfume, but maybe half here is just with discover some ingredients, to think about the inspiration, to have some idea, to let also the providence came to me to open my mind for something else, or all this kind of thing. And maybe this is a more important time, because after that you know exactly what you... It's just a kind of harmony you have to find, but everything is behind. And I think it's a pity because we never talk about it, and for me red this is more important. Tehát azt gondolja az ember, hogy amikor létrehozunk, megalkotunk valamit, akkor az csak pusztán cselekvésből áll, aktivitásból áll, viszont nem csak erről szól egy parfümnek a megalkotása, hanem ihletettségről, belső csendről, gondolatokról, reflexiókról, érzésekről, érzetekről, benyomásokról. Azt gondolom, hogy nagyon fontos része ez az alkotásnak, hiszen tulajdonképpen a látható világban már nincs olyan dolog, amit valaha, valahol valaki ne csinált volna. Viszont általában egy évbe telik, még létrehozok egy parfümöt, de van egy megelőző fél év, amikor csak gondolkodom, ihletet merítek, felfedezek különböző összetevőket, és tulajdonképpen ilyenkor arra várok, hogy a gondviselés megnyissa az elmémet, és valamit súgjon, utat, irányt mutasson, hogy merre induljak. Számomra ez a fontosabb része az alkotásnak, és azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos az, hogy erről ilyen keveset beszélünk, mert hogy a látható dolgok mögött van egy rejtett világ, ami legalább olyan fontos, és a látható és láthatatlan világ között harmónia van. Now we will smell now the third one, black tourmaline, to illustrate this kind of things. Black tourmaline, it's a very special stone. It's a black one, like charcoal. And the legend is, since long, long time, we say that it's a very strong protection stone. And it's also the symbolic of the connection of
our connection with the earth. Mm-hmm. And to create a perfume to illustrate all this universe, all these feelings, you need to create an harmony with a lot of different kind of things. It's like perfume for me, it's also sometimes like a movie. It's not only one image, it's different mm-hmm. image you put together. Mm-hmm. A következő, a harmadik illat, amit be szeretnék mutatni, a Black Tourmaline nevet viseli. Ez egy nagyon különleges ásvány, nagyon erős ásványról van szó, és számomra ez a földdel való kapcsolatot, kapcsolódást jelképezi. Sok mindenhez kötöm még ezt az ásványt, de megint az univerzumot, illetve az azzal kapcsolatos érzéseket, érzeteket említeném, és még azt is szeretném itt megjegyezni, hogy sokszor számomra egy illat olyan, mint egy film, és nem csak egy kép van benne, hanem nagyon sok különböző kép, ami összekapcsolódik és egységes egészet alkot az illaton belül. And I just think perfumes is also vibrations. Uh-huh. That's why I like the idea of, so a perfume is not blocked, it's in movement, it change, uh-huh. It's come and it's come back. We can try. És egy kicsit a rezgéshez, a vibrációhoz is tudnám hasonlítani a yes. parfümöket, mert hiszen ez nem egy állandó dolog egy illat, hanem oda-vissza megy, mozog, mobilitás van benne. This one is heliotrope. Heliotrope is a stone, but it's also the name of a flower used in perfumery. Mm-hmm. And the stone, it's a green one with some touch of red. It's a kind of jasper mm-hmm. family. And there is a lot of legend about the way to know about the future, about intuition. There is a legend which says that if you take a piece of stone and you watch with the flowers, if you look at the sun, you can have some vision about the future. Mm-hmm. Intuition and in India, they use the stone in powder in Ayurvedic medicine. Mm-hmm. Because it's a way for them to boost and to give the energy of life and mm-hmm. to boost the blood. That's why the perfume is red, because the stone is green with some touch of red, but mm-hmm. red for the symbolic of the energy of life. Tehát ez az illat, ez a kő, a heliotróp kő, ami nem csak egy ásványnak a neve, hanem egy virágnak is. Ez egyfajta jáspis tulajdonképpen. Alapvetően zöld színű ez az ásvány, de van benne egy leheletnyi vörös. A vörös mindig ugye az életenergiát jelképezi. Ehhez az ásványhoz kapcsolódik egy legenda is, mi szerint jósolni lehet vele, mégpedig úgy, hogy fogunk egy követ, egy kicsit megdörzsöljük, majd pedig megmossuk ezzel a virággal, és a nap felé tartjuk, és akkor onnan megtudjuk, hogy milyen jövő vár ránk. Indiában, poralakban is használják, az ajurvédikus gyógyításban, mert úgy gondolják, hogy a vér mennyiségét növeli, illetve az élet energiát emeli. Itt közben megtaláltam, hogy napraforgó a heliotróp egyik magyar fordítása, tehát napraforgó, mint virág, és jáspis-szerű kőzetről van szó. Sorry, because I go in a way and I come it's back, right. But no, I think about emotions, because at least all the creation for me, if it's a necklace, if it's a stone, if it's a painting, at least is to create emotions. And I don't want to control what the perfume will do on some people, but I am very happy if some people have emotion with the perfumes, mm-hmm. because I think emotion at least make people better.
So that's my idea of creation. That's why I try to every time to put a lot of intentions in what I do. Not to control, but to let something happen. Tehát elnézést, hogy csapongok egy kicsit, viszont nagyon fontosak számomra az érzelmek, amelyeket az illatok előhívnak, és akármit is alkotok, legyen az egy nyaklánc, legyen az egy festmény, vagy lássak csak meg egy követ, vagy egy ásványt, akkor mindenképpen és minden alkalommal az jut eszembe, hogy érzelmeket szeretnék kelteni. Nem arról van szó nyilván, hogy én szeretnék arra nézve kontrollt gyakorolni, hogy kiben mit hívjon elő egy illat, viszont mindig nagyon boldogan látom, hogyha az embereknek érzelmek társulnak az illataimhoz. Ez az egyik célom, és tulajdonképpen az egész alkotásomnak ez az alap ötlete, hogy hagyom megtörténni a dolgokat, és hagyom hatni az illatokat. And to be together here, because of perfume, with the stone of everybody here, all together, what else? És a másik cél az, hogy együtt legyünk, hiszen azt gondolom, ez az egyik legjobb dolog a világon, hogy itt most mindenki együtt van, és a parfümökről beszélgethetünk. Maybe we can share this one. This is the new one, 15, 15 one. Since 2 years, you can see a changement in the design, and it's not just because to change the design, it's because on the way of 15 years, last year, it was very important for me to give some meanings of changement, of evolution. It came in my mind like an evidence. It was not very comfortable because it's complicated to explain why you change, even if it's the same way of creation and everything. But it was very important for me to give some science, maybe of a different dimension or something like that. So the name of this one is Spem Petram in Latin. It means stone of hope. A következő illatnak a neve a Spem Petram, ez egy latin elnevezés, és azt jelenti, hogy a reményköve. Az utóbbi 2 évben egy kis designbeli módosítást hajtottunk végre. Ugye 15 éve vagyok a szakmában, és a tavalyi év hozott számomra egy változást, és nekem mindig nagyon fontos a változás, a fejlődés, az evolúció, és igazából nem is olyan tudom megmagyarázni, hogy miért döntöttem amellett, hogy módosításokat hajtok végre a termékeimben, illetve a dizájnokban. Inkább azt tudnám mondani, hogy valamiféle bizonyosságot nyertem, és egy másik dimenzió üzente nekem, hogy most egy picit váltanom kell. So this is not a real stone, but for me there is a link with everything. This is also a kind of, without pretension, but spiritual way for since the beginning. And I like freedom, so sometimes, even if it's not so easy to do exactly what you have to do, I do it. And since Spem Petram, before Pirit Anatra, the other perfume, it's not only one stone, it's not only one story, it's a kind of combination of alchemy of different things. To be honest with you, Spem Petram, you find 2 M in the name, and this is a secret inspiration, it's Maria Magdalena. And all the story of Maria Magdalena inspired me a lot. Because, you know, she stayed a long time in the cave, on the mountain, with the stone and everything. So it was very, I was very touched by by her. Tehát itt igazában nem is egy igazi ásványról, egy igazi kőről van szó, hanem a mindenhez, az univerzálishoz való kapcsolódásról, egyfajta spirituális módon,
a kezdetektől fogva, tehát egyfajta örökké valóság és egyfajta univerzalitás tükröződik ebben az illatban. Én nagyon szeretem a szabadságot, szeretek szabad lenni, ennek a megvalósítása nyilván nem mindig könnyű, nem mindig egyszerű, de mégis mindig megpróbálok szabadon élni, és úgy teszek, ahogy nekem jó. Itt nem csak egy kő és nem csak egy történet testesül meg ebben az illatban, hanem egyfajta kombinációja elegye a különböző illatoknak, egyfajta alkímia, és hogyha megnézitek még egyszer a nevet, akkor két M van a névben, ez számomra egyfajta szent ihletettséget jelképez, méghozzá Mária Magdolna alakja köszönít vissza, mert az ő története nagyon megihletett engem, ugye ő sokáig, hosszú ideig a hegyekben, egy barlangban élt, nyilván neki is volt köze a kőzetekhez, az ásványokhoz, és engem nagyon megérintett a története. I will be happy if you have some reflection, questions. Örömmel venném, dialogue. Hogyha valamiféle párbeszéd alakulna ki köztünk, hogyha reagálnátok, hogyha kérdeznétek. I am shy, so... Én félénk vagyok. I can understand. But I like the idea. I don't have to teach something. I just have to share my experience and to try to not explain, but to say what is behind and why. And én igazából nem tanítani, oktatni jöttem ide, hanem megosztani az élményeimet, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó lenne ezeket a tapasztalatokat egymással megosztani, illetve egy kicsit a dolgok mögé nézni együtt. My question is that so stones are such material things, you know. You touch them, you feel them, and sometimes you see at a stone, and how do you put something, for example, a flower or a raw material next to a stone? So what makes you think that, for example, amethyst or something like that would go with this raw material or with this material? So how do you do that association between the stone and the material? I know. Sometimes it's like an evidence. When you think about a stone, you can think about an ingredient, essential oil, and sometimes it came from the image of the universe of the stone, of the symbolic, or sometimes there is connection I am not able to explain. For example, when I talk about providence. During the 1 year, this year, for example, if I discover a new essential oil, a new smell, and if I feel that there is a connection with my process, I use it. If I don't feel, I say, okay, I discover a new materials, but okay. So it's there is no one way. It's a lot of different things, and it came from different level. That's what it's very interesting, because at the beginning I don't know. Maybe I just know one ingredient for Maria Magdalena when it came very clear in my mind. Nardo was an evidence, but for some other perfume there is no evidence. But it's step by step, and that's why I need the time with inspiration to arrive to the list and to feel that the list is complete, complex, because I like it. I don't like complicate. It's very different. I know maybe my perfumes are not very easy, but complex make vibration for me. Tehát az volt a kérdés, hogy egy ennyire anyagi, ennyire materiális dologhoz, mint a kövekhez, illetve ásványokhoz, hogyan lehet hozzá kapcsolni egy olyan finom dolgot, mondjuk, mint egy virágot, vagy valamilyen más alapanyagot, nyersanyagot, vagy hogyan az ametiszthez valamilyen egészen nyers, vagy egészen földi dolog.
hogyan asszociálhatók ezek az összetevők egymással. A válasz az, hogy sokszor bizonyosságot nyerek, sokszor vannak olyan ihletett pillanatok, amikor felfedezek mondjuk egy új eszenciális olajat, és azt fel tudom használni a parfümeimben. Nagyon sokszor nyerek ihletést az univerzumból, nagyon sok szimbólumot használok, sokszor nem tudom megmagyarázni, hogy miért kapcsolok bizonyos elemeket egymáshoz. Ahogyan már az előbb is említettem, én a gondviselésre nagyon sokszor ráhagyatkozom. Igazából nincs egyetlen egységes módszerem. Sok különböző helyről jön az ihlet, különböző szintekről nyerem ezeket az ötleteket. Sokszor a folyamat elején még fogalmam sincs, hogy hová fogok kiukadni. De aztán utána vannak olyan pillanatok, amikor nagyon kristálytisztán megjelenik valami a fejemben, mint ez a Mária Magdolnás asszociáció például, de van olyan, amikor semmiféle bizonyosságot nem látok, viszont fokozatosan haladok előre ezekben a folyamatokban. Sokszor nagyon sok idő eltelik egy ötlet megvalósításáig, de nagyon fontos számomra, hogy az összetevők listája mindig teljes egészet alkosson, mindig komplex legyen, de semmiképpen ne bonyolult, mert azt végképp nem szeretem, az nem az én stílusom, és akkor ebből kijön valamiféle rezgés, valamiféle vibrálás. Yes. A személyiségéhez lesz egy kérdés, ha túl személy, és akkor elnézést, és És hogy annyira a az érzésekről beszél, hogy ez gyerekkorától kezdve meg volt, és egy ilyen, nem tudom, külső hatásra, hogy teljesen racionális kocka. Tehát, hogy jött ez a váltás? I would like to ask you. Maybe a too personal or intimate question. If you don't want to answer it, you don't have to. You can be sure. If I don't want to answer, I will not answer. Abban biztos lehet, hogyha nem akarok válaszolni, akkor nem is fogok. Hogyha nem akarok válaszolni, akkor biztos, hogy nem is fogok. De még nem mondtam el neki a kérdést. So the question is, how all this change happened? Because if you think about a student at the university, at the technical university studying architecture, you think of someone who is very rational, very kind of square, and then you always talk about emotions, inspiration, sentiments, and so on. So what was the wrong way? Architecture? Or how did it all happen? No. Or do you have this attraction since your childhood to perfumes, or was it something that happened a lot later? I decided to do architecture school because I wanted to. I was very attracted by creation, artistic things, fashion, and everything. And for me, architecture school is very good to teach how to create. So I decided to go to the architecture school not to become an architect, but to learn how to create with a level, because you know when you decide to start studies, you prefer to do something simple, you don't want to work. And so I say, okay, architecture is not so easy, let's go for architecture. But since the beginning, it was not to become an architect. I like a lot architecture, I like design, I am interested in all these things, but to work really like an architect, for me it would be very complicated because you have to do the alchemy between the artist, money, business, so it's, for me it's a little bit complicated, it's not my, I don't want, that's why. Tehát amikor úgy döntöttem, hogy építészmérnöknek tanulok, akkor sem akartam már építészmérnök lenni igazából. Vonzott a divatvilága, a művészetek, az alkotás. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó és hasznos dolog.
igazából azt szerettem volna inkább megtanulni, hogy hogyan lehet megalkotni dolgokat, nem annyira a mérnöki pálya vonzott. És úgy gondoltam, hogy ez nem egy nagyon könnyű tudomány. Én most is túl bonyolultnak találom az építészmérnöki munkát, mert ott sok minden összekapcsolódik, a művészet, az üzlet, a pénzzel való bánásmód, ezeknek az összetett alkímiája az egész, és ez engem nem igazán hoz lázba. But you know, just now I remember that when I was children, I do some map with building mm-hmm. and so. Most, hogy mondja, vagy mondod, az is eszembe jutott, hogy gyerekkoromban is szerettem térképeket rajzolni, épületeket ábrázolni. Tehát valahol ott volt ez bennem. Do you find yourself inspired by stone and architecture as well, or more so in the natural form? Yeah, for example, when I went, my first trip is very important for me. It was a long time ago when I went to Syria. I went in Aleppo, and it's a very old city, all with stone, built in stone, yellow stone, very nice. And I remember when I went for the first time in the more beautiful Hammam in Aleppo, really this place inspired me for perfume. But with other place not. It's not just because there is stone that I can have the idea or the inspiration to create something. But some place, yeah. When it's very mineral, sometimes, yes. I have a project about a perfume inspired by Hammam in Aleppo. It's also, well, if you have time to visit, there's the cave church, I guess, on the Buddha side, right? Okay, I will go. Sent, get it. I'm not sure. Yeah, there's like a church built inside of the cave, it's very cool. Tehát arra irányult a kérdés, hogy inspirálja őt maga az építészet, az épületek, és a válasz az volt, hogy amikor először mentem Szíriába, ugye az már nagyon régen volt, de Aleppóba mentem, ami ugye nagyon régi ősi város, csupa kő, sárga kő, és nagyon-nagyon szép, és Aleppón belül Hammam volt még egy olyan hely, ami nagyon tetszett, és kifejezetten parfüm készítésre inspirált, de igazából azt nem mondhatom, hogy minden hely megihletne. Vannak kifejezetten kedvenc helyek, amik nagyon nagy hatással vannak rám, ahol nagyon sok ásványkőzet található, és van is egy olyan projektem, amely kifejezetten Hammami ihletésű, tehát van egy olyan parfüm, amelyet ez a hely ihletett, és itt ajánlották a budai oldalon a Szent Gellért, vagy a Gellért hegyi sziklatemplomot, amit érdemes lesz neki megnézni, hogy ihletet nyerjen. And for the inspiration, sometimes you realize really that something have an impact on your inspiration. But sometimes it come like that, you forget, but some months later, this is always, even if you don't know, it's here. It's sometimes you say, no, I'm not inspired by this trip, but at least yes. For the image also, I'm very sensible about the image, what I see, the mix of colors, and I can remember an image I saw in a city long time after. Mm-hmm. So I don't know what is the impact of everything, but but I don't like, for example, it's very fashion now to say we will create the smell, the perfume of a city or the perfume. No, it's too much marketing. It's too much. If we start to create perfume about everything for everything, it's, at least we will smell nothing. Somebody came in Grasse some weeks ago.
with the idea of the creation of a perfume of a city for an event. And they come to meet some different people. And I receive the person, we talk, I show my place, blah, blah, blah. But after that, 1 week later, I say, okay, it was a pleasure to meet you, but I am not the right person to do it. We have to be honest. If you don't feel it, say no. Tehát az ihletről még annyit mondanék, hogy vannak dolgok, amelyek nagy hatással vannak egyből az emberre, de vannak olyanok is, amit az ember meglát, vagy tapasztal, aztán elfelejt, és aztán néhány hónappal később mégis visszatér az élmény, és ez nem tudatos szintű nyilván. Én nagyon érzékeny vagyok a különböző képekre, látványokra, a különböző színeknek, az összhangjára. Sokszor emlékszem dolgokra jóval azután is, hogy láttam azokat. Most nagy divat az, hogy egy-egy városhoz kreálnak egy-egy illatot. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy marketing fogás, mert hogyha már mindenből, meg mindenről illat készül, akkor a végén már semmilyen illatot nem fogunk érezni. Néhány hete Grazba jött hozzám valaki, aki valami ilyesmire próbált rávenni. Egy rendezvényen találkoztunk, sokat beszélgettünk, de aztán egy héttel később úgy gondoltam, hogy nem én vagyok a megfelelő ember ahhoz, hogy egy konkrétum illatot kreáljak, és azt gondolom, hogy mindig az a kifizetődő, hogyha az ember őszintén megmondja, hogyha valamire nem alkalmas. So my question is about whether this skill to create perfumes or to be sensitive to fragrances is something that can be learned, because you mentioned that you did not learn it as a child, but it came later. But do you think it is something that can be mastered, that can be learned as a skill? Can it be developed, or is it? Sure, but it's not my way. Igen, tanulható, de nálam nem ez történt. It depends the character, the way of life. Fifteen years ago, you will told me that I will be there to talk about perfume. I will tell you you are crazy. It depends. Some people are very able to learn and to develop, and to some others. The more important thing is to try to know yourself and to be really what you are. That's why we don't have to give lesson, we don't have to teach, but we have to share experience. Because when you share experience, we can be totally different, but the experience you will tell me make me grow up in my one experience. So there is no one way to go in a goal, but a lot of, and sometimes the way is better than the goal. Tehát nyilván ez személyiségfüggő, karakterfüggő, életmódfüggő, hogy erre ki mennyire képes. Ha 15 éve valaki azt mondta volna nekem, hogy én itt fogok magyarázni a parfümökről most nektek, akkor azt gondoltam volna, hogy azt mondtam volna, hogy bolond az az illető, aki ezt feltételezi rólam. Vannak emberek, akik nagyon tudnak tanulni, sok mindent el tudnak sajátítani, tudnak fejlődni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb mindenek fölött az, hogy az ember ismerje meg saját magát, ismerje magát, és mindig önmaga legyen, és ezért mondom azt, hogy én nem tanítani vagyok itt, hanem megosztani az élményeket, és nyilván nincsen egy egyetlen helyes út, egyetlen célhoz sem, és sokszor maga az út érdekesebb, mint maga a cél. And also very important, why we do something, why we want to do something, what is behind, if it's just because the image, or if it's because something is inside or come from, because it's inside because there is connection. What is the energy behind what we want? At least if it's really natural, if it's like an evidence, you don't control. You do because you feel it's an evidence, and you go.
Tehát azt is fontos tudni, hogy miért csinálunk valamit, és hogy ez belülről jöjjön mindig, hogy megtaláljuk mindig a kapcsolódást önmagunk és az adott ötlet között, és hogy mindig tudjuk beazonosítani és érezni ezt az energiát, ami amögött rejlik, hogy mifelé is haladunk és mit is szeretnénk megtenni. Nagyon fontos, hogy minden belülről természetesen jöjjön, és hogy legyen valamiféle belső bizonyosság ezek mögött, és nem a tudatos kontrollon van a hangsúly, hanem az ösztönösségen. Yes. When you're creating your perfumes or when you become inspired to create a perfume, for instance, do you think more about what is meaningful to you and will elicit an emotional response in yourself or someone else? Do you think of how it will, how someone else will react to it first? Mm-hmm. I don't think about what I think for me, and I don't think really for the others. If I say I will sing to the others, in my mind is I try to control the creation to because I want you like, you see? So I don't think about it. I just try to do exactly what I have to do, but I discover step by step what I have to do. So it's, but I go until the end of what I have to do. And sometimes when I launch the perfume in September, because every time it's in September, I go and I think, okay, if nobody like it, why not? Because if you start to think, you have to be in fight with yourself to don't think about people will like, what can I do, because I want their like, you lie. I guess more in a positive sense, do you feel like you want to inspire other people with your perfume when you're making it? Or even the perfume do it in itself, or what go with it, I prefer. Yeah. I don't control. I just what I like when people have emotions. Mm-hmm. It's okay. Even if they're negative emotions, like, oh, it's sometimes when, for example, if somebody dislikes at all an ingredient, he will smell and say, ah. Oh. But it's nice because it's interesting, it's freedom. And it's also the way we are all different. We have different history. Sometimes you will not like, but you don't know why. So it's also very interesting to be in front of a person who don't like something. Why? Tehát a kérdés úgy hangzott, hogy amikor egy parfümöt megalkot, akkor az ihlet úgy jön-e, hogy saját magára gondol közben, vagy valaki másra, akinél szeretne elérni valamilyen hatást, hogy valahogyan reagáljon arra az illatra. Igazából a válasz az volt, hogy igazából sem magamra, sem másra nem gondolok ilyenkor, mert nem szeretem kontrollálni az alkotásaimat. Én egyszerűen csak azt szeretném, hogyha az embereknek tetszene, de azt gondolom, hogy ebben sok tudatosság nincs, mindig azt sem, amit csinálnom kell, végig kell mennem pontról pontra, lépésről lépésre egy folyamaton, fel kell fedeznem az összetevőket, az ötleteket, és így kell végigvinnem ezt a folyamatot. És én azt is elfogadom, hogyha egy adott kreációm senkinek nem tetszik, mindenki szabad véleménnyel rendelkezik. Az a fontos, hogy belülről jöjjenek a dolgok, és ne a mások véleménye érdekeljen kezdettől fogva. A parfüm az úgy is megteszi majd a maga hatását, tehát nekem ebben a folyamatban nem kell beleavatkoznom, és még az a kérdés hangzott el, hogy mi van, hogyha valaki negatív véleményeket vagy érzéseket fejez ki a parfümmel kapcsolatban. Erre az volt a válasz, hogy ez is egy érdekes dolog, mindenki szabad, ez pontosan a szabadságot mutatja, mert hogy mindenki más és más, és mindenkinek más a története, tehát azt is érdekes esetleg fölfejteni, hogy kinek miért nem tetszik egy adott illat, mi okozza ezt a nem tetszést. I have a suggestion, if you want. We can just take one moment, quiet. If you are okay, you can close your eyes. Mm-hmm. We will burn incense.
and after that we can have a drink together. Mm. If it's okay for you to voilà. Take a moment, uh-huh. a quiet moment. Van egy ötletem, mi lenne, hogyha tartanánk egy csendes percet, amikor mindenki magában mélyed, behunja a szemét, itt majd valamilyen illatot is, tömjén füstöt is kieresztünk, és ihatunk is valamit utána, tehát egy kis magunkba mélyedés, egy kis inspirálódás következik. If you want, you can close your eyes, it's better to... Behúny szemmel, talán jobban fog menni. Thank you.
let's go for a glass. Thanks to you. I do it every time I'm home, so each evening, before to go to sleep. Én ezt a szertartást minden este elvégzem, mielőtt aludni menni. Úgyhogy most aztán most jöhet a pohár és az innivaló. Köszönöm a figyelmet. I have three drugs. Coffee, incense, stones. Három drogom van, a kávé, a tömjén és a kövek. And prosecco and champagne. És még a prosecco és a champagne. Pesgő.